Készül az ebéd Nyírpazony önkormányzati konyháján. Nem csak a gyermek és a munkahelyi étkeztetést oldják meg itt, hanem azok számára is megfűzik és kiszállítják az ételt, akik a tanyagondnoki szolgálaton keresztül igényelték a szolgáltatást. Nyírpazonyban már 8 éve működik a rendszer, sikeresen, hiszen egyre több rászorulónak és idős embernek tudnak segíteni a mindennapos teendőkben. Egy jó példa volt, hogy kiment egy ilyen idősebb hölgyhöz a tanyagondnokunk. Volt tűzifája, viszont nem volt összevágva. Nyilvánvalóan a segítség akkor abból állt, hogy összevágta és bevitt neki több napra tüzelőt, és ellenőrizte, hogy az az élelmiszer mennyiség, ami legalább egy hétre meglegyen és kitartson ebben az időjárási helyzetben. És természetesen ilyen eseti jellegű igény, ami a lakosság részéről felmerül, hogyha vannak nemzeti ünnepeink vagy bármilyen rendezvényünk, akkor az idősek nagyon szívesen látogatják. Nem mindig tudnak lenni, és nem mindig tudnak eljutni erre a rendezvényre, és ekkor is kérik a tanyagondnoki szolgáltatásnak az igénybevételét, hogy jussanak el, illetve szükség szerint, hogyha kell, akkor szállítsuk is haza őket. Üres a nyírpazonyi könyvtár a vírus helyzet miatt, pedig ideális esetben a helyi idősek előszeretettel térnek be ide napközben olvasni és beszélgetni egymással. Mivel erre most is nagy igény van, a tanyagondnok kérésre könyveket is házhoz szállít a településen. A betegeknek is segítenek a közlekedésben, az orvosi rendelőbe és onnan haza is gyakran fuvaroznak lakosokat. Ráadásul a koronavírus elleni oltások megkezdésével erre még szakszerűbben oda kell figyelni, hiszen fontos, hogy ne alakuljon ki zsúfoltság a rendelőváró termében. Nyírpazony egyébként nemrég a Magyar Falu programban sikeresen pályázott a szolgálat fejlesztésére. Nyertünk egy mikrobuszt, ugyanúgy egy 8 fős mikrobuszt, 14,5 millió forint értékben, és talán az évforduló azért kezdve, hogy 8 éve üzemeltetjük ezt a szolgáltatást a településünkön, március végén, április elején meg fog érkezni a busz, és akkor be tud szállni, és tud segítséget nyújtani, és annyi előnye mindenképpen van, hogy egy olyan rámpával van ellátva, ami a mozgáskorlátozottaknak segíti a ki- és a beszállását. A polgármester hozzátette, nagy szükség is van az új járműre, a szolgáltatás révén ugyanis a korábbi mikrobusz 2013 óta több mint 250 ezer kilométert futott. Az elmúlt egy évben egyébként mintegy 150 alkalommal vették igénybe a segítséget egészségügyi célból, és a házhoz menő étel kiszállítást is egyre többen igénylik Nyírpazonyban.